50 éves a SETI. Egyébként jó estét kívánok mindenkinek. Másti előadónk Keresztúri Ákos, aki SETI ügyi előadó lesz ma este. Igen, ma este. Találtatok már? Én? Hát majd elmondom az előadás végén, különben kimenne mindenki egyből. Ha mondjuk azt, hogy igen. Jó, majd a végén ki. Jó. Köszönöm. Akkor erre most ugye nekem nem kell mikrofonba beszélnem egyelőre. Jó. Na én is üdvözlök mindenkit. Tehát a mai előadás címe, hogy 50 éves a SETI, azaz módszerek és műszerek a kutatásban, hogyha lehet így fogalmazni. Az elején, hát igen, mondjuk, hogy nem akarok zsákomacskát árulni, azt őszintén el kéne mondanom. Tehát ez egy olyan általános előadás lesz, amiben van, aki hall néhány újdonságot, van, aki meg nem. Ennek főként a cél, hogy gondolatokat ébreszten úgymond az emberbe, ami ilyen kvázi idézős évfordulónál hasznos dolog. Hogy miről fog szólni? Először is arról beszélünk, hogy mi az aktualitása ennek a mai előadásnak, utána egy rövid történeti áttekintés lenne ebből az elmúlt 50 évből, aztán a használt módszerekről, a jövőbeli lehetőségekről, illetve a végén kvázi arról, hogy mire jó ez az egész. Ez pedig itt jobb oldalt elvileg egy ilyen szép kis hangulatos mozaik lenne a képekből, bár valójában az is lehet, hogy ide halmoztam az összes képet, ami nem illeszkedett sehova, és lusta voltam kitörölni, de ezt részletezzük. Na, tehát miért beszélünk ma, úgymond mostanában a SETI-ről? Ugye mindenki tudja, SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, tehát földön kívüli intelligencia kutatás. Ez nagyon fontos. Már itt az elején a definíciónál a legtöbben, úgymond az átlag felhasználók, vagy átlag hallgatók összekeverik a dolgot. Nem, ugye ez nem élet, vagy nem csak életkeresés, hanem intelligencia keresés. Ezt ugye a teremben mindenki tudja, de ezt tényleg nem lehet eléggé hangsúlyozni. Nagyon fontos, hogy ez egy természettudományos módszert használó valami, tehát ez nem olyan képzelgés, hogy vannak esetleg földön kívüliek, mert valaki úgy érzi, vagy úgy gondolja, vagy tegnap este látott valamit, és nem tudja megmagyarázni, hanem ugye természettudományos kutatási módszereket használ, megfigyelés, annak értelmezése, módosítás, stb. Van egy fontos alapfeltevés, de majd meglátjuk, hogy ez nem mindig érvényes, de mi az esetek nagy részében azzal foglalkozunk, hogy ha van ilyen intelligencia, akkor az vagy jeleket sugároz a világűrbe, vagy pedig valahogy észrevehető kívülről a létezése. Tehát ez egy alapfeltevés, de majd meglátjuk, ez is tulajdonképpen csak egy feltevés. Miért aktuális? Egyrészt azért, mert a hátterében lévő élet, ami nem egyenlő ezzel, de mégis háttérben van, azzal kapcsolatban, a Földön kívüli élet lehetőségével kapcsolatban az utóbbi években sok érdekesség kiderült, de mindig nem az, hogy valahol van élet a Földön kívül, hanem ilyen környező háttérinformációk kezdenek összeállni egy mozaikká. Ugye legfontosabb ilyen szempontból az exobolygók, a legismertebb úgymond az exobolygók témaköre, ami mindig nem csak élet, sőt még élet sem, pláne nem pedig az értelem. Egy másik dolog, hogy a műszertechnika fejlődésével ugye egyre nagyobb információ mennyiséget sikerül feldolgozni abból a halmazból, ami esetleg úgymond a SETI, tehát a Földön kívüli intelligenciával kapcsolatos ismereteket tartalmazhat. Illetve ami igazán a konkrét aktualitás, hogy 50 éve indult az első keresőprogram, tehát gyakorlatilag ennek nézzük most az még ez alatt ezt az 50 évet megelőzően is voltak tulajdonképpen próbálkozások, ugye ez egy nagyon érdekes téma, ezt mindenki érti. Ugye, tehát régebben ugye néhány dolgot ide felsoroltam, voltak különböző ötletek, amelyek közül gyakorlatilag egyik sem valósult meg igazán, vagy ilyen a fontosabb közül egyik sem valósult meg. Fontos jellemző, hogy ezek mind a naprendszeren belüli intelligenciát próbáltak úgymond keresni, vagy afelé valamilyen jelet, vagy afelől valamilyen információt jelet találni. Ugye ezek közül az egyik leghíresebb, nincs is itt ugye a Mars csatornákkal kapcsolatos feltételezések, de itt, hogyha azt nézzük, hogy az emberek milyen módszereket találtak, és hogy lehetne üzenni úgymond a világűrbe, akkor megemlíthetjük ugye például, hogy tükrökkel, ugye napfényt lehet megfelelő irányokba
visszatükrözni, vagy például vágjunk Szibériában az erdőkbe egy nagy derékszögű háromszöget, és akkor ebből bizonyítjuk a matematikai tudásunkat egy távoli megfigyelőnek. Vagy ugye voltak erre mindenféle extrém ötletek, hogy ne, csak ne vágjunk az erdőbe valamit, hanem vágjunk egy nagy csatornarendszert, öntjük ki kerozinnal, gyújtsuk meg éjszaka, az is látszik messziről. Hát érdekes ötletek. Vagy például parabola tükrökkel a lámpa fényt, ugye megint csak a bolygók fele, úgymond Vénusz meg a Mars, ahol a fő cél, amelyek a fő célpontok voltak a Földön kívüli élet és intelligencia kutatásával kapcsolatban, arra sugározunk fényt, és a villogtatása, ugye a morze jeleket, jelek formában tudunk valamilyen információt sugározni, stb. Ugye fölmerül természetesen később ugyanez, a rádióhullámokkal is meg lehet csinálni, ez még csak ötlet volt, de aztán végül ugye a második világháború után beindultak úgymond a rádió, elsősorban a rádió tartományban működő konkrét SETI kutatások. Fontos, hogy ezek már ugye nem a naprendszerbeli forrásokat célozták meg. Addigra nagyjából mondjuk a 60-as években már olyan szinten állt a tudás, hogy az emberek azt gondolták, hogy intelligencia a naprendszerben nem nagyon várható, jó esetben a Földön azért talán, de más többi égitesten legfeljebb inkább csak életnek a nyomait kereshetni. És ennek az első, tulajdonképpen az első konkrét SETI program megvalósulása lett az eredménye. Ugye a 60-as években ennek az évfordulóját éljük most. Ugye Frank Drake, fiatalabb korában, nem tudom, nem a képen, nem akkoriban, indított el, hogy az OZMA programot, ez biztos nagyon sokan hallották, ugye emlékszünk rá a régi olvasmányainkból. Erre első naprendszeren kívüli SETI program. Érdekes egyébként az egybeesés, tehát Frank Drake volt az első, aki fizikailag egy kutatóprogramot indított, ugye a Brindenki Obszervatóriumból. De ugyanekkor, illetve egy évvel korábban Morrison és Cocconi publikált egy cikket a Nature-ben arról, hogy a Földön kívüli intelligenciák keresésének melyik lenne az optimális módszere, és ugyanazt a rádió hullámhoz tartományt jelölték ki, mint amit tőle függetlenül a Drake is ugye használ gyakorlatilag. Tehát többen indultak meg úgy, több embernek jutott eszébe, hogy van ez érdekes lehetőség, de ő csinálta meg, ugye a Greenbank-i Obszervatóriumban. Egy érdekes plusz információ még, hogy Otto Struve volt az igazgató, akkoriban ugye még nem, hát egyetlen egy exobolygót sem ismertek, sőt, az sem volt egyértelmű, hogy bolygók a csillagok körül rendszeresen keletkeznek, vagy sem. Ugye akkor népszerű volt a James elmélet, a James-féle szivar, hogy a napból egy közeli csillag elhaladása során fellépő, a két égítés között fellépő vonzerő miatt szakadt ki ugye az az anyag, ami aztán bolygókkal összeállt. Ha pedig ez így történt, akkor a bolygók rettentő ritka ilyen véletlen eseményeknek az eredményei, tehát nem nagyon várható bolygók más csillagok körül, ha bolygó sincs, akkor mondjuk élet sincs, ha élet sincs, intelligencia sincs, és így tovább. Ugyanakkor ez csak egy népszerű modell, népszerű elmélet volt, és nem mindenki hitt benne, úgymond. Például Otto Struve sem, aki ugye, aki ismerte, illetve ismerte azt az érdekes összefüggést, hogy minél kisebb tömegű fősorozati csillagot veszünk, annak ugye annál lassabb a forgása. Van egy ilyen éles ugrás tulajdonképpen. Tehát a nagy tömegű csillagok gyorsan forognak, aztán hirtelen való lelassul, és ebből azt gondolták többen, hogy ez a bolygó keletkezéssel lehet kapcsolatban, tehát ő ezért hitt úgymond a bolygók létezésében, és ha bolygók léteznek, akkor miért ne lehetne úgymond intelligencia is, tehát ez egy kicsit mondjuk a távolabbra vívő gondolat volt, de ő elvileg részben ennek a indítatása nyomán támogatta gyakorlatilag Drake-nek az ötletét, plusz azért is, mert az egész kb. Állítólag $2000 került, mivel a távcső már megvolt, majd meglátjuk a hullámhoz, úgy választotta ki Drake, hogy az más csillagászati megfigyelésekre is használható, sőt azon végzik talán a legtöbb megfigyelést. Ugye a hidrogén 21 cm-es hullámhosszán, tehát nem valami extrém témakör csinált. Egy érdekes technikai adat, mondjuk 10 fél, azt becsülték, hogy akkor mondjuk egy ekkora antennával, mondjuk kisugárzott és hasonló antennával kapott jelet az akkori
adók teljesítményétől kiindulva, stb. Nagyjából 10 fényév távolságról lehetne észrevenni, tehát a közeli csillagokat kell nézni. Megindult az OSMA program, de 4 hónap alatt viszonylag 150 órányi időt rögzítettek, és ugye két azóta nagyon híressé vált, hogy a csillag, ugye a Tau Ceti meg az Epsilon Eridani voltak a célpontok. A Tau Ceti ezért is, meg szerintem azért, mert jobban hangzik, mint az Epsilon Eridani, könnyebb kimondani, ugye népszerű lett, és azóta ugye ez is egy ilyen jó mondás, fogalom lett. Utána, majd látjuk ők később, ugye publikálták, vagy kvázi megszületett a Drake egyenlet, egyébként nagyon érdekes, magyarul még nem jelent meg a Drake-nek, van egy könyve, én abban olvastam róla egy ilyen, tőle egy ilyen visszaemlékezés, amikor leírja tulajdonképpen a Drake egyenlet, az úgy született, hogy összejöttek, összehívtak. Az ismerősek kb. 10-en, leültek egy ekkora terembe, és ő, hát van egy ötletem, fölírta a táblára. És akkor erről beszélgettek 2 napig. És akkor ez lett úgymond az első nagy konferencia, vagy valami, amikor a barátok összejöttek és beszélgettek. Volt köztük egy fickó, aki mondja, delfinek intelligenciájával foglalkozott, tehát én mindenféle érdekes ember összejött, és akkor elkezdtek előbb filozofálni. Tehát most röviden nézzük át, hogy melyek voltak ezek a fontos lépések, és majd úgymond a háttérinformációt később. A 60-as években máshol is, ugye nem csak Amerikában, hanem a Szovjetunióban is megindult a kutatás, ugye az akkori formában. Az USA-ban ugye egy nagyobb terveket szőrtek, kitáltak ezt a Kiklops nevű projektet, ami egy ilyen nagyon megalapozott kutatási program a Földön kívüli intelligenciának, részben ugye Drake nyomdokkal indulva, de aztán ez túl drága volt és nem lett belőle semmi. De közben egyebek is indultak, ami néhány fontos dolog. 74-ben sugározták ki azt a viszonylag híres üzenetet az M13 felett, 25.000 fényévre, ugye nagyon magabiztos volt, aki találta. Tehát ez egy ilyen célzott sugárzás volt a Földön kívüli esetleges intelligenciának. És hát ami még érdekes megemlíteni, a 1977-ben fogták, hát mondjuk a angolul Vogue Signal, mondjuk hűha jel, vagy nem tudom mire lehetne magyarítani, azt az érdekes jelet, amit aztán soha többet, és hát utólag most már senki nem tudja, hogy mi volt ebben. Mi volt gyakorlatilag ez a Big Ear nevű rádióteleszkóppal fogták, és akkor úgy tűnt, hogy ez lehet, hogy valamilyen Földön kívüli értelmes jel volt. Ami fontos, ugye megyünk tovább, 79, elindul az úgynevezett Serendip program, ami egy ilyen, tulajdonképpen egy módszer, ennek a lényege, hogy nem biztos, hogy egy rádiótárcsővel kifejezetten csak SETI kutatást kell végezni, hanem a rádiócsillagász miközben dolgozik, akkor lopjuk el az adatát, és nézzük meg a SETI program keretében. Ez egy nagyon jó módszer. Fontos lépés utána, suitcase, SETI, tehát táskába viszem a SETI kutató programot, hogy a műszerfejlődés révén olyan ilyen elemző műszerek, dekóderek, stb. Analizátorok is megszülettek, amelyek tulajdonképpen tényleg nem az óriási régi számítógépeket tükrözték, a méretüket, hanem pici táskával is szállíthatóak voltak. Innentől a technikai fejlődésnek egy fontos eleme, hogy ezek egyre több hullámhoz tartományt tudtak egyszerre feldolgozni, és egyre nőtt a számítástechnikai kapacitásuk, tehát a műveletek, a matematikai műveletek száma, amit végre tudtak hajtani, számítástechnikai fejlődés, az gyorsan nőtt. Híres lett, majd később látjuk a Meta program, voltak még, tehát itt vagyunk még érdekes kutatási programok, majd később. 92 környékén történt néhány érdekes dolog, egyik a talán leghíresebb, hogy az amerikai Washington, mert ez a Proxmire szenátor, ez fölállt, és azt mondta, hogy kár erre pénzt adni, mert hát itt vannak az UFO-k, és megnézzük a Blikbe, vagy már elnézést, bárhol megnézzük az újságárosnál, látjuk, hogy itt vannak, és még fizessünk is, hát nem jó. Nagyon érdekes, nézzük meg, 92, 94 megalakult a SETI Liga, ha lehet így mondani, non-profit szerveződés, hogy már pedig csináljunk SETI kutatást, ha a NASA-nak nem adnak pénzt, akkor csináljuk magunk. 95 megalakult a SETI Institute, SETI intézet, szintén non-profit, ami még komolyabb, ez mondjuk SETI MCE, ez ilyen amatőr megfigyelőket összpontosít. SETI intézet, ez pedig egy ma már nagyon komoly, elfogadott, respektált kutatóintézetnek számít. Ennek keretében folytatódott már nem, főleg nem állami támogatással kutatás,
aztán jöttek egyben a programok, hogy ez volt a meta, ez volt a beta. A Planetary Society is fontos szerepet vállal benne, ugye ez szintén egy non-profit szervezet, tehát érdekes módon látszik, hogy a nem állami szektor, gyakorlatilag a non-profit, az állami szektor hiányát a non-profit szervezetek kezdték úgymond megoldani gyakorlatilag. Például az Argus projekt, az is a SETI ligától indult. Majd, mint szintén egy fontos dolog, 99-ben megindult a SETI at Home program, ami ugye információ feldolgozó program volt, és ugrásszerűen megnövelte a feldolgozott információ mennyiségét. Tehát itt ez a három kép, ezt a három fontos momentumot mutatja. Az egyik, hogy nem kifejezetten csak dedikált SETI programokból lehet információt nyerni. A másik, hogy gyakorlatilag az amatőr műkedvelőket is be lehet vonni. A harmadik pedig, hogy a információ feldolgozásba szinte bárkit bele lehet vonni, hogyha kitalál az ember valami érdekes projektre, érdekesebb lehet. Jó. Na akkor nézzük meg először a műszereket. Nagyon egyszerű. Ugye rögzíteni kell valahogy a jelet, aztán felismerni, utána pedig dekódolni kéne. Itt van egy ilyen kis tréfás könyv, kommunikáció földön kívülékek kézi könyv. Ez lenne az első pont, ez lenne a második, harmadik, hát az elsőnél messze még nem sikerült eljutni, tehát azért a helyzet nem annyira rózsás, tehát a jel felismerése szinte még nem történt meg, jelet olyat nem találtak, aztán, hogy dekódoljuk az idegenek üzenetét, az meg már messze, még messze végül dolog. Ha a rádiótartományt nézzük, itt egy bonyolultabb ábra, itt egy egyszerűbb, először van egy antennánk, ami veszi az adást, aztán a jelet fel kell erősíteni, utána van egy úgynevezett digitális spektrumanalizátor, hogy elkülönítse gyakorlatilag a jelet, tök mindegy, hogy ez milyen jel. Aztán van ez a jel, aminek a nagy része, az eddigi tapasztalatok alapján, sőt tulajdonképpen mind, az természetes eredetű, tehát el kell különíteni a természetes forrásoktól. Utána pedig, ha megmaradt valami még ezután, na akkor kell megpróbálni kikódolni úgymond, hogy mit is üzenhetek nekünk a Földön kívüliek. Nézzük meg először ez, hogy történik a rádiótartományban. Ugye lehet egy nagy távcsővel, leghíresebb ugye a 305 méteres Arecibói teleszkóp, vagy távcsőhálózattal, illetve érdekes, nem csillagászati célú távcsövekkel, ugye itt nem optikai, hanem rádiótartományról van szó, tehát tulajdonképpen nagyméretű tévéantennákkal sem lehetetlen ez. Ugye előbb is beszéltünk már arról, a távcsövek körének a bővítése, ugye mondjuk, hogy egy 305 méteres Arecibói teleszkópot valaki évente 365 napon át ugye SETI kutatásra használna, akkor a kutató közösség 90%-a nagyon erősen tiltakozna, mert ugye ők meg pulzárt, meg galaxis központot, meg csillagközi felhőt, meg mindent akarnak, tehát nem elég ez így. Ezért született meg, amit már korábban mondtunk, a SERENDI program, vagy ilyen módszer, ami például itt úgy működik, hogy van még egy antenna a rádióteleszkópnál, egy másodlagos antenna van, ami gyakorlatilag folyamatosan veszi a jelet, és adja le úgymond az adatgyűjtő elemző központnak, amikor bármilyen célpontot néz a távcső az égbolton. Ugyanilyen van a Greenbank 90 méteres távcsőnél is, illetve más esetekben is előfordult már ez. Jó. Akkor, hogy hol érdemes nézni ezt a rádiójelet? Hol érdemes keresni? Az egyik fontos, miért a rádiótartományt? Ugye ez egy jogos kérdés. Miért nem mondjuk e-maileket várunk, vagy postai küldemény, stb. Ilyet, ugye ez egy megszokott dolog volt, akkor jött a rádió kommunikáció előtérbe, ez egy értelmes jel volt. Itt van például egy diagram, ugye itt a intenzitás függőleg, és a vízintes tenger pedig a gigahertz, ugye itt van a frekvencia a rádiótartományban, és amit érdemes megjegyezni, az egyik, ez a sáv itt balra, ami 1 gigahertz alatti tartományt jelenti, itt a galaktikus háttérsugárzása, a fejükrendszerben lévő objektumok rádiósugárzása elég intenzív. Tehát itt úgymond nagyon hangosak a természetes források, nehéz kihallani belőle úgymond a zenét vagy az üzenetet. A másik végén a frekvencia tartománynak pedig itt, illetve itt még inkább, itt följön már rész, itt a légkör vágja le gyakorlatilag, tehát ebben a tartományban elég rossz a légköri rádióáteresztés. Magyarul
hogyha vesszük ezt a galaktikus hátteret, meg a légköri rádióelnyelést, akkor találunk tulajdonképpen le lehet határolni egy mikrohullámú észlelési ablakot, ami nagyjából 1 és 10 GHz között van, ahol viszonylag jól lehet tanulmányozni a távoli jeleket úgymond. A természetes sugárforrások sem annyira zavarolt, bár itt is vannak bőven. Ezen belül is, ez egy nagy tartomány, itt is ki lehet jelölni egy érdekes, szűkebb részletet, ezt hát van, aki vízablaknak nevezi, vagy egyéb dolgoknak, mindegy, waterhole-nak, mert egyszer emlékszem, még nagyon régen egyszer, ez egy ősidőkben volt, a Kálócival mentünk egy vonaton, valahol, vagy meteorészlelés volt, és akkor épp jött egy, hát akkor ez, akkor nem volt internet, akkor volt Sky and Telescope, meg Astronomy, és ez fantasztikus volt, azt olvastuk, és akkor próbáltuk lefordítani gyermeteg angolsággal, hogy mi lehet ez, és akkor az volt a vége, hogy hát a hullám hosszak itt kurva esnek, és annyira jó volt az egész, mert hogy a waterhole, stb. Hát ez lett volna viccely. Na, az a lényeg, hogy itt van két kitüntetett hullámos tartomány, az egyik a legfontosabb, a 21 cm, ugye a hidrogénnek egy jellegzetes sugárzása, ezt mindenki ismeri, ugye, illetve itt van mellette a hidroxil molekulának, ami szintén gyakori, ugye, a hidrogénnél kevésbé gyakori, de itt is egy nagyon jellegzetes átmerete van, és a kettő tulajdonképpen két olyan kitüntetett tartomány, amit hát minden értelmes civilizációnak ismernie kell, aki mondjuk rádió csillagászatot csinál. Ez biztos. Tehát nem egy rossz ötlet, hogy mondjuk ezeken a tartományokban, ezekben, vagy ezek környékén érdemes hallgatózni úgymond a világűr felett. De még mindig nagyon nehéz a természetes, meg a mesterséges sugárforrásokat elkülöníteni. Ugye sokféle közelítő módszer lehet. Az egyik ezeknek, hogy ugye minél keskenyebb sávú sugárzást vegyünk, általában a természetes források azok széles ugye spektrumon sugároznak, a keskenyebb az talán a mesterséges forrásokra talán keskenyebb tartomány jellemző. Jó. Akkor föl kell dolgozni az adatot. Ugye ki kell nyerni valahol az információt ebből a mondjuk a rádiósugárzásból. Itt van egyébként alul megint csak egy ilyen rádió frekvencia skála. Ez itt a gigahertz 0-tól 10 gigahertzig, tehát itt van még 1-től 10. Itt van, amit előbb néztünk, ez az ablak, a mikrohullámablak. Itt van érdekességként légi közlekedés, meteorológia, különböző rádióadások frekvenciája, rádiócsillagászok megfigyelései, űrtevékenységgel kapcsolatos rádióadások, és itt van ez a vízablak a SETI kutatásokra, tehát csak mutatja, hogy azért ez egy viszonylag kis részét használja annak a tartománynak, amit egyébként sok minden egyik hétköznapi célra ugye szokás alkalmazni. Jó. Mi kell ahhoz, hogy az üzenetet valahogy megértsük? Először is ugye azonos nyelven kell beszélnie mindkét félnek, ha nem, akkor az ugye viccesen néz ki, akkor ugye nehezebb a dolog. Erre szokták mondani, hogy a közös nyelv az a természettudomány, ha valaki ugye tud rádió távcsővel vagy jeleket fogni, vagy kisugározni a világírba, akkor értené kell azt, hogy hogy csinálja. Tehát ezt az információt ez birtokolja, tehát természettudományos alapon lehet egy nyelvet létrehozni. Jeleket kell továbbítani, mondjuk rádió tartományban, ugye ezeket is, hát a rádióadás is ezt használja, amit szoktunk hallgatni, mondjuk itt van a jel, mondjuk ilyen szépen, mondjuk ez egy egyes, ez egy nulla, egyes, nulla, stb. Azt lehet valahogy például úgynevezett frekvencia modulációval, frekvencia változtatással kódolni a rádió hullámokba, egyéb modulációval, stb. Tehát a rádió sugárzás keretében tudok információt belerakni a rádió hullámokba, és amit én fogok a Földről, akkor ugyanezt a módszert kell rájuk használni, és megpróbálom megtalálni ebben a jeleket. Jön az adatfeldolgozás, természetesen digitális formában. Az egyik probléma, hogy bár ez a tartomány nagyon keskenynek tűnik itt, valójában ez még rettentő széles. Tehát itt nagyon sok úgynevezett kis csatornát lehet lehatárolni, ki mekkorát akar, ez megint csak egy ilyen kérdése. Ahol az ember ezeket a jeleket elkezdi keresni. További probléma, fogalmunk sincs, hogy milyen lehet ez a jel, vagy ezek a jelek, vagy milyenek. Ez azért elég nagy gond.
de el kell őket valahogy kell kezdeni, meg kell őket találni, a jeleket meg kell találni, és meg is vannak, gyakran ugye a rádiócsillagászok csomó jelet fognak. Na jó, akkor ki kell zárni, hogy nem, ne legyen természetes eredetű ez a jel. Ez nagyon nehéz. Különböző dolgokat lehet, megközelítéseket lehet tenni, ugye kering vagy forog, hogyha valami jellegzetes periodicitása van, akkor ez gyakran, hogy a csillagászatban keringés a forgással kapcsolatos. Ha keskeny a jel, akkor az már kevésbé valószínű, gyakori a természetes forrásoknál. Ha pont olyan frekvenciájú, ami valamiért nekünk érdekes, az is egyéni dolog. Ha ismétlődve, akkor megint az valamit jelöl, de ezt folytathatnánk ezt a sort. Ugye a végén már olyanok vannak, hogyha mondjuk prím számok szerint ismétlődik, vagy azoknak a sorát kódolja, akkor már... Tehát vannak különböző módszerek, amikkel vagy ki lehet zárni, vagy lehet csökkenteni annak a valószínűségét, hogy természetes forrásból származik az a jel. Nézzünk példát ezekre. Most hát mivel fogni nem fogtak eddig semmit, olyat, ami biztos a földön kívüli intelligenciától származik, nézzük meg, hogy mit küldtünk. Ez a híres Arecibo-i üzenet az M13 felé 3 percen keresztül, ugye 1974-ben, és itt van az üzenet. Ki lát ebbe valamit egyébként, valami szisztémát? Aztán azt a sortörést lehet látni valahol, amit én editbe beleraktam, mert nem bírtam más, de lehet, hogy az sem. Egyre jobb, mindegy. A dolog lényege, hogy egyébként egy rettentő egyszerű kódolás üzenet, ugye, tulajdonképpen egy 73x23 pixeles kép gyakorlatilag az egész, így színesbe, de valójában ugye nincsenek benne színek, csak az ábrázolás miatt, ami abban indul, hogy szépen először a számokat definiálja, és utána a definiált számoknak megfelelően, a kettes számrendszerben, elkezd először kémiai dolgokat, majd aztán biológiai nukleotidokat, DNS-nek a jellemzőit, néhány érdekes a földi élet szempontjából fontos dolgot definiálni, valamit az emberrel kapcsolatban is mutat, illetve azzal kapcsolatban, hogy hol van ez az információt kibocsátó civilizáció, itt a harmadik bolygón, ami ugye trükk, hogy Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptunus, és akkor még itt volt a Plutó is, ugye? Nem mindegy. Meg ott valami információ az antennáról és a kisugárzott rádió jellel kapcsolatban. Itt most még néhány példa. A dolog lényege, hogy itt van ez a mikrohullámú tartomány, azonban mondjuk nézzük ezt a vízablakot, még akkor is retten, hát ez egy hullámos tartomány, hogy hány részt tudok benne lehatárolni, az attól, hogy mennyire apróra szeletelem őket. Hogy ez a szeletelés mennyire sikerül, abban már nagyon sokat számít, hogy milyen feldolgozó kapacitásuk van, tehát itt a technikai fejlődés jól látszik. 1981-ben vagyunk, itt ez a Suitcase SETI projektben 130 ezer csatornára választották a tartományt, és azt nézték. Néhány év múlva 85-ben már 8 millió csatorna, 95-ben már 250 millió csatorna, tehát így működnek ezek a nagy jelfeldolgozók, hogy beérkezik a jel, hullámos szerint szeletelik, és utána abban a jelkereső algoritmusokat futtatnak, amihez megint ugye nagy számítás, technikai kapacitás kell, persze bizonyos felbontással, bizonyos érzékenységgel ezekben a csatornákban keresnek. Még meglátjuk, később olyan sok paraméteres ez a dolog, hogy ez nagyon nehéz. Tehát jeleket kell keresni, értelmes jelek, van ez a titítál jellegű valami, ugye valamilyen SETI intézet is találtak valamit, olcsó sajt eladó. Tehát ez egy nagyon fontos értelmes jel lenne. Itt elmondom, mielőtt belemegyünk, jobb oldal, itt ez a SETI at Home-nak a képernyő védője úgymond, de egy olyan szimulált esetet mutat, amikor valami találna végre az a szerencsétlen SETI at Home. Tehát amikor az ember nézi otthon a képernyőt és látja a sok egyforma tüskét, ugye színesen, ahogy mennek párhuzamosan, na így néznek ki, most nem látjuk, ha valamilyen értelmes jelet látna az ember elvileg, állítólag a képernyőn is megjelenne, és mindenki, és ha valaki tudja, hogy mi az, örülhetne neki. Tehát a jelfeldolgozás, a jelkeresés tulajdonképpen, az információ feldolgozás, ugye ehhez kell már számítástechnikai kapacitás, egyik lehetőség, hogy szuper számítógépeket dolgozunk, egy kicsit másik, hogy sok összekapcsolt számítógépen, vagy sok különálló, de valahogy kommunikáló számítógépre van kiosztva a feladat,
ez lett a SETI at Home gyakorlatilag, ami kiderült egy óriási ötlet volt, ugyanis ugrásszerűen megnövelte a feldolgozási kapacitás. Ugye ez egy képernyővédő volt, képernyővédőként kinéző dolog, ami ugye a CPU-nak a, nem írtam föl, de akkor azt a helyet foglalta csak a kapacitásban, ami éppen szabad volt a gépen. Tehát elvileg, ha jól volt összerakva, és jól volt összerakva, akkor semmit nem terhez le a gépből, amikor egyébként fut a gép, akkor ez is futott. Megnéztem, hogy hányan töltötték le, stb. A letöltésre azt találtam 8 millió, de egy másik hivatalos forrásban viszont azt írta, hogy csak néhány, mondjuk 200 ezer résztvevő volt benne, aki olyan szinten regisztrált, hogy rendszeresen küldött, stb. És még 300 ezer számítógép. Állítólag hosszú éveken át ebből a 300 ezer számítógépből a magyar partner volt, a magyar résztvevő volt a negyedik az egész világon, ami Teplicki István molertebeli számítógépes szakértelmének vagy ügyességének tulajdonítható. Rendben. Úgy történik ez, ugye, hogy egy központi gép darabokra szabdalja a beérkező, mondjuk a rádiótávcsőtől beérkező jelsor, a darabokra szabdalja, azonosítja őket és kiküldi a résztvevő gépekre, minden adatsor több gépre és többször ellenőriz meg, tehát hogy biztos legyen a dolog, és aztán ezt vedik össze, és ez alapján próbálnak valami SETI üzenetet találni. Hát ilyet eddig úgy néz ki, hogy nem sikerült. Az eddigi legérdekesebb jel, hát ennek a neve főleg érdekes, SHGB02+14A, stb. Nem tudom, Piszkesz Aliasz felől, nagyon gyenge volt, és azt se tudni, hogy minden. Tehát ennél sokkal messzebbre ez a program nem ment. Állítólag a legérdekesebb jeleket azt a felhasználóktól kellett kiszűrni, akik belenyúltak a programba és megviccelték a rendszert, hogy visszaküldtek valami értelmesnek tűnő jelet, amit ugye természetesen a programozóknak ki kellett szedni. Jó, eddig rádió üzenetekről volt szó. A rádió üzenet nem elég hatékony és viszonylag drága, ugye kicsit dobjon be 15 milliárd, nem tudom, nem forinton az első 3 percért, a rádió üzenni akar a Földön kívül intelligenciának. Ugye relatív, hogy mi mennyire drága, minden esetre vannak az a rádiónál hatékonyabb üzenetek is. Például ugye az optikai SETI, vagy OSETI néven is ugye futnak már ezek a programok, így sokkal nagyobb adatsűrűség érhető el, sokkal hatékonyabb ez gyakorlatilag. A mai technikával, hát itt van mondjuk 1000 fényéről a mai csúcs technológiájú lézerek segítségével, hogy 1000 fényév távolságról küldött üzenetet egy 10 méteres távcsővel mi tudnánk úgy észlelni, hogy rendesen megvan a... Tehát alacsony hiba, alacsony zajtartalommal és kikódolhatóan. De ennek is vannak nehézségei. Itt is először is az, hogy a természetes források ugye elnyomják. A világegyetemben majdnem minden sugároz. Ez egy jó mondás, mert ugye pont, hogy tulajdonképpen nem. Mármint attól függ, hogy, mert pont, hogy a láthatatlan tömeg meg energia az épp, hogy nem, és abból van a legtöbb, úgyhogy ezt a mondás változtatni kell majd. De az a lényeg, hogy nagyon sok természetes sugárforrás van, és ez a dolog erősen irányfüggő lenne, ezt nem tudom miért írtam ide. Hát persze, hogy irányfüggő. Ja igen, azért, mert tulajdonképpen, ha valaki mondjuk lézerrel akar üzenni, akkor általában azt nem egy gömbfedleten bocsátja ki a lézer jellegéből, meg egyéb dolgokból adódóan, hanem egy adott irányba, mint ez a rúd. És akkor, hogyha az pont ránk mutat, akkor tudjuk észlelni, ha nem, akkor ugye be, akkor nem. Lehetséges megoldás, nagyon keskeny hullámhoz tartományt kell kibocsátani, ami a természetes forrásokra nem jellemző, sőt, ha elég ügyesen választjuk, akkor annyira keskeny lehet, hogyha valaki csak ezt nézi egy szűrővel, idézővel, akkor a természetes források ennél sokkal halványabbak. Tehát ez jó. Tehát sokkal fényesebb lehet, de pont arra felnézni, stb. Stb. Néhány optikai SETI projekt, ugye Szovjetunióban is volt, illetve most is folyik az Egyesült Államokban egy hivatalosan futó optikai SETI projekt, illetve tulajdonképpen egyéb információ kódolás is elvileg lehetséges. Tehát nagyon érdekes, ugye először megjelent a rádió SETI, úgymond a rádiótartományban történő programok, utána később megjelent az optikai, és hát ennek megfelelően elképzelhető, hogy másfajta információ kódoló eljárással is érdemes úgymond
keresni a Földön kívüli intelligenciát. Fölmerült egy ilyen, mondjuk a neutrino SETI, amikor nagy energiájú neutrinókkal lehet vagy kódolni elvileg az üzenetet, ha valaki, ha van egy intelligencia nagyon fejlett, akkor talán ezt is tudja csinálni. Már fölmerült, hogy jó, akkor a Antarctic Ice Cube nevű neutrino detektor adatait is kezdjük el nézni. Tehát ez mutatja, hogy még tulajdonképpen a üzenet hullámhossza is egy fontos kérdés, sőt a jellege, tehát nem csak az elektromágneses hullámhoz, hanem hogy milyen fajta úgymond sugárzáshoz vagy részecskéhez kapcsolódik. Egy másik csoportja a SETI tevékenységnek vagy kutatásnak, amikor aktívan üzen, ugye ezt néhol CETI-nek C-vel jelölték, amikor oda-vissza történne az üzenet, vagy NETI-nek, a messaging, vagy üzenetküldés Földön kívüli intelligenciáknak, tehát üzeneteket kell küldeni ennek keretében. Ugye itt is megint valamilyen nyelvet ki kell találni, valami tudomány, természettudomány nyelve szerint le kell fordítani, illetve figyelni kell arra, hogy nem biztos, hogy teljesen épségbe kapják meg az üzenetet a túlsó végén, úgymond a vonalnak, hanem meg kell redundancia kell, stb., hogy aztán a sérülés ellenére érthető maradjon, ha célba ér. Itt van néhány üzenet típus, illetve üzenet neve, itt van egy pár célpont, itt pedig, hogy mikor küldték, itt meg, hogy kávé mikor érkezik, ugye itt vannak egy oldalok, M13-hoz 25.974-ben fog odaérni a 74-ben indított üzenet. Tehát ez érdekes, elgondolkodtató, 2040-50, stb. Ilyenek is vannak. Ez a, egyébként ezzel melyik volt ez a Jevpatori, ez egy orosz állomás, innen is küldtek egy híres üzenetet. Jó. Mi az, amit még erről érdemes ugye elgondolni, vagy elgondolkodni ezzel kapcsolatban? Hát fölmerülhet, hogy veszélyes-e az üzenetküldés. Ugye valaki nagyon üzenget, hogy itt vagyok, akkor lehet, hogy valaki oda is, akkor fejbe vágja, vagy akármi. Ugye ez fölismerül, ugye népszerű formában, ez a mozikban is látható volt, ugye a Men in Black, fekete zsaruk, ez meg egy érdekes dolog, itt az éljenek billiárdoznak. Tehát ez ilyen fura dolog. És érdekes, több olyan ismert személyiség is megszólalt ezzel kapcsolatban, pro és kontra egyaránt, az egyik leghíresebb, vagy hát mivel ő híres, Stephen Hawkingnak a véleménye volt, aki szintén azt mondta, hogy ez veszélyes az üzenet küldés. Miért? Mert lehet, hogy ide jönnek. Egy másik érdekes ötlet, hogy mi van, hogyha valamilyen nagyon trükkös, fejlett számítógépes vírust küldenek le a Földre, ami valahogy bejut a számítógépes adatfeldolgozó rendszerbe, és mondjuk letörli mindenkinek a TV-jét, vagy mit tudom én, ők ezt persze tudnák. Tehát ez inkább elvi lehetőség. De érdemes elgondolkozni rajta, mert itt ugye olyan dolgokról beszélünk, ami nagyjából az ismereteink határán van. Jó. Mi az, amit még érdemes a SETI kutatással kapcsolatban ugye megemlíteni? Mindenképpen, főleg, hogyha Magyarországon vagyunk, bocsánat, ez Almár akar lenni, Almár Iván, aki ugye sokat tevékenykedik SETI kutatással kapcsolatban, most már immár a harmadik olyan skálát hozta létre, amit a SETI kutatók körében elég komolyan vesznek és respektálnak, bár a harmadik skála nem SETI-vel kapcsolatú gyakorlatilag. Az egyik az a San Marino skála, ami az előzőhez kapcsolódik, azért raktam ide, a földi üzenetben rejlő veszélynek a mértékét lehet valahogy kvázi közelíteni. Ez igazából ez egy numerikus skála, tulajdonképpen ez arra irányul, hogyha mondjuk több elvi esetet veszünk, vagy ne agyisten történik én, és több példánk lesz rá, akkor tudjunk ezzel mit kezdeni. Tehát lehessen valahogy valamilyen szisztémába berakni az egészet. Tehát ez nem egy ilyen olyan skála, aminek, hogyha 6-os érje mondjuk ez az érték, akkor benyomom a piros gombot és riasztom a rendőrséget. Tehát ez nem ilyen skála, hanem egy elvi skála, ami elvi lehetőségeket tartalmaz. A megközelítése tehát van alapja, tehát érdekes. Egy logaritmikus skála, két tényezőt vesz figyelembe, az egyik, az ível jelölt, az adásnak az intenzitása, tehát hogy mondjuk egy jel, amit kisugározunk a Földről, az mondjuk mennyire emelkedik ki a háttérzajból, galaktikus háttérzajból, a napsugárzásból, vagy a földrádiózájából, és így tovább. Tehát ezzel lehet jellemezni a jel erejét, a másik pedig a jelnek a tartalma, hogy mondjuk véletlenül indult el, speciális jel, külön valamilyen földönkívüli civilizációnak,
vagy válasz esetleg egy földön kívülről érkezett jelnek. Tehát itt is vannak a úgymond vakon sugárzott jelek, meg a célzottan sugárzott jelek közti kvázi beosztás, és ez szerint lehet egy jel fontosságát, vagy hát ne az Isten veszélyességét nem megbecsülni, de valamilyen rendszerbe berakni. Tehát itt megint az a cél, nem a végeredmény, itt még nincs végeredmény, nem lehet tudni, akkor mi van, de tudjuk őket vele egymáshoz viszonyítani. A Rioskála, ez frissebb, ez tulajdonképpen részben megint csak arra vonatkozik, hogy mondjuk hogyan értelmezzük azt, amikor egy ilyen üzenet van, mondjuk a nagy közönség számára hogyan lehetne ezt beadni vagy eladni, hogy egyáltalán értsék, hogy miről van szó. Ez három szempontból osztályoz. Jelenség, hogy milyen a jelenség, mondjuk a skála onnan indul, hogy mondjuk valamilyen technikai tevékenység nyoma, mondjuk, és egészen odáig megy, hogy valamilyen közvetlen földnek szóló specifikus üzenet, mondjuk. Tehát most kívülre érkezik az üzenet. Hogy milyen típusú a felfedezés, azt is lehet nézni, mondjuk a legkevésbé jelentős, hogy valami archivált adatból kit lehet utólag kódolni, akkor ott valami érdekeset találtak, mondjuk a másik véglet, meg hogyha állandóan ismételten érkezik, és aktívan sikerül ezt megfigyelni. Illetve a távolság is fontos tényező, hogyha mondjuk egyszer galaktikus, hát akkor hát ott nagyon messze van, de hogyha naprendszeren belüli, akkor már az még érdekesebben. Tehát az elvi megközelítés, illetve van még benne egy delta faktor, ami tulajdonképpen egy bizonytalansági tényezőt jelent. Tehát ennek a skálnak az is a haszna, hogy bele lehet lőni, bele lehet rakni mondjuk a különböző téves értelmezéseket, mondjuk a szándékos félrevezető akármiket, hogy valamilyen szintig érzékeltetni lehet, hogy milyen jelentősége van ennek. Jó. Valamit röviden a célpontokról. Hát általában a célpontokat ugye igazából földtípusú bolygók lennének a célpontok, de ilyet nem ismerünk. Tehát tulajdonképpen naphoz hasonló csillagokat szoktak általában vizsgálni a SETI kutatás keretében. Amelyik exobolygóval bír, az még jobb, ez egy újabb dolog, ugye csak az elmúlt években jött elő. Még van néhány érdekes dolog, mondjuk a szupernova robbanása ellentétes irányba, hogyha valaki mindenképpen a Földön kívüli intelligenciáknak akar üzenni, akkor ez egy jó stratégia, hogy ha valahol látok egy szupernovát, gyorsan ellenkező irányba elküldök egy jelet, vagy elkezdek sugározni, mert feltételezem, hogy a Földön kívüli asztrofizikusok azok örülnek a szupernovának, nézik azt, és a látóvezető hátra beleesik a Föld, ahonnan érkezheti el. Egy másik az antiszoláris irányba történő jelsugárzás, ami szintén indokolt, hogyha mondjuk tételezzük fel, hogy van egy Földön kívüli bakos gázfár, aki mondjuk egy exobolygó tranzitokat néz, és ha napot is nézi, akkor ott látja tulajdonképpen, tehát fölfedezi ott, hogy földtípusú bolygó, hát akkor arra sugározunk, ahonnan a mi földtípusú bolygónk tranzitjait meg tudnánk figyelni a távoli csillagászat. Na minden. De egy fő probléma emellett, vagy ugyanakkor fennáll, mégpedig ugye, hogy minél távolabbi objektumokat akarunk nézni, annál magasabb lesz ez a szám, és az egyik nagy gond, hogy tulajdonképpen iszonyú nagy számú csillagról van szó, amelyik egyáltalán szóba jöhet. Tehát a célpontok száma nagyon-nagyon nagy. Mondjuk itt ilyen, hát vannak ilyen mindenféle becslések, hogy az eddigi projekteket veszük alapul, mennyi időt hallgattak, vagy figyeltek egy csillagra, stb. Akkor mondjuk egy 100 fényében belüli tartományban lévő csillagoknak ilyen minimális, gyors egyenként történő végignézése x idő alatt, tehát itt ilyen órákban mérhető egy-egy csillagra jutó idő, vagy kicsit hosszabb, nagyjából hónapokkal kellene számolni az eddigi megfigyelési módszernek használt paraméterek alapján, 1000 fényévnél, mondjuk 50 évvel a mai technikával, és akkor hol van még 100.000 fényév, amikor a teljes rendszer, tehát itt a számokkal van a gondom. Ugye még a keresési stratégiáknál érdemes megemlíteni, hogy a két alap típus, az egyik a teljeségbolt, amikor feltűnő jelekre vadászik, tehát ilyen old sky survey jellegű akármi, vagy néhány kiválasztott naptípusú csillagot néz, és akkor ott keres gyenge jelet is. Ugye, naphoz hasonló csillagok, főleg a naphoz hasonló, meg egy kicsit annál kisebb tömegűek, amelyek egyébként, ez megint csak egy divat, nem csak divat. Azért indult itt a keresés a kisebb, napnál kisebb tömegű csillagok felé is, mert az érdeklődés, mert nemrég kiderült, hogy mégsem olyan aktív a flare tevékenységű fiatal korukban, és akkor mindenki gyorsan állít ugrott. És persze, hogy találtak ott is sok minden érdekességet, ami lehet, hogy eleve mindent ott volt.
Jó, ez itt egy összefoglaló táblázat, itt ezt nem olvassuk fel. Itt pedig egy olyan grafikon, ez talán jobb, aminek a függőleges tengely nap típusú csillagok száma van feltüntetve, tehát ez nagyon csak egy becslés, 1, 10 a négyzetet, 10 a negyediket, tehát egy logaritmikus skálájú száma van feltüntetve a naphoz hasonló csillagoknak, a viszintes skálán pedig az érzékenység watt per négyzetméterben, ami egy eladásnak az érzékenységét jelöli, és itt van rajta feltüntetve a Beta nevű teljességvolt felmérés, és a Phoenix nevű későbbi program, ami néhány célzott objektumot vizsgál, csak ott meg lehet becsülni, hogy a különböző érzékenységnél mondjuk hány csillagot sikerült fölmérni, vagy később látni fogjuk, hogy ez az egy-egy csillagnál ilyen ezres szám, ezres nagyságrendben van. Jó. Kozmikus szénakazal, ugye szokták ezt így nevezni, gyakorlatilag az egész SETI kutatás egy kozmikus szénakazalban úgymond a tű keresése. Hogy ezt grafikusan hogy tudjuk ábrázolni, ez által ugye sokdimenziós, vagy itt esetben háromdimenziós fázis teret lehet alkalmazni. Az egyik a frekvencia, mettől milyen frekvenciáig keresünk. A másik az érzékenység. Itt több paraméter van, például, hogy milyen távolságban van, és mennyi energiájú az adás. Messziről nagy energiájú, meghalljuk, közelről halhat se. Illetve, hogy hány objektum van, vagy arra hányszor akarunk ránézni, milyen időn át, egyre, mennyiszer. Tehát ez egy nagyon összetett valami, nincs rajta egyébként az idő, tulajdonképpen. És ha feltüntetjük az eddigi SETI programokat, akkor ez egy rettentő durva becslés. Kb. Honnantól meddig hallgatózunk, kb. Milyen energiát van ettől. Tehát ez ilyen durva becslés, nagyon az egész. Tehát ez sok-sok hasracsapás egymáson. Úgymond így a becsült teljes fázistérnek 10 a mínusz 18-dik a részét sikerült átvizsgálni az elmúlt 50 évben. Lehet, hogy ez nem ennyi, sőt, ez biztos nem pont ennyi, de a nagyságrendjét érzékelteti, hogy egy elképesztő nagy színakazalban történik itt a kotorázás. Ez pedig két következő időszakban javasolt projekt, amelyek már nagyságrendileg többet érzékelhetnének, mint a korábbiak, de mindig ide az érzékelő. Egyéb módszerek. A SETA, a Search for Extraterrestrial Artifacts, tehát Földön kívüli mesterséges objektumok keresése, úgymond. Ez is egy érdekes dolog. Van, aki egyébként fölismeri ezt a jobb felső ábrát? Igen, ügyes. Ez a monolit, ugye űrod vissza irából. Tehát valami ilyesmi is kereshető, egy Földön kívüliek által létrehozott vagy mesterséges objektum. Ha találunk egy ilyet, akkor ez elég egyértelmű jel lenne. Idegen civilizációk űreszközeinek vagy egyéb fizikai nyomainak a keresése. Erre néhány apró kísérlet volt, ez megint egy szénakazal, akkor is érdemes arra az ember próbál keresni, meg kell nézni, hogy hol lenne nagyobb esély, kitüntetett helyeket vizsgál, például, hogyha valaki ugye a Földdel kapcsolatban keres kitüntetett helyet, ugye a Föld-Hold rendszer, vagy Föld-Nap rendszer vibrációs pontjai, hogy vannak-e ott mondjuk idegen űrhajók, tehát ez érdekes ötlet, erre eddig semmi nem utalt az égvilágon. Vagy ez talán reálisabb, anomális elemösszetétel keresése, olyan, ami ugye a természetben nem nagyon fordul elő, mondjuk nukleáris tevékenységnek a melléktermékeként atomreaktor hulladékot zúdít a csillagával a értelmes civilizáció, és olyan anomális összetétele lesz olyan vonalak jelennek meg a csillag színképében, ami természetes úton abszolút nem várható. Ez egy érdekes dolog, ennek is sok furcsa vonatkozása van. Ugye ilyesmit mi is csináltunk, mint úgymond mi emberiség, ugye nem sok ilyen volt, a két Voyager meg a két Pioneer űrszonda, amelyek idővel el fogják hagyni a naprendszert, azok vittek magukkal egy plakettet. Itt pedig egyébként egy régebbi, ez egy Sagan könyvből való ilyen karikatúra, mutatja itt a fickó, a hölgynek ezt a plakettot, ott háttérben egyébként a űrszonda, amikor becsapódott, aztán a történet egy Jupiter holdon játszódik, és ott füstölik a Voyager vagy a Pioneer, aztán itt a Pioneer volt, és épp azt mondja a hölgynek, hogy milyen meglepő, a földlakok pont úgy néznek ki, mint mi, csak éppen mesztelenek és nem hordanak ruhát. Akkor még ilyen érdekesség, nem kifejezetten célzott sugárzás alapján is ki lehet mutatni egy földön kívül intelligenciát, ha megtaláljuk a nyomát annak, hogy alakították át mondjuk a környezetüket.
ez is egy híres, ismert ötlet, ugye úgymond a csillagmérnöki alkotásokról van szó, amikor egy civilizáció mondjuk annyira fejlett, és annyira már nagy megfelelő igényei, meg lehetőségei, képességei vannak, hogy átalakítja már a környezetét annyira, hogy messziről is látszik, hogy ott van, ami nem stimmel. Ezekkel kapcsolatban ugye találták ki a Dyson szférákat, amelyeknek az a lényege, hogyha egy civilizáció az egész csillagának az energiáját, energia kibocsátását, annak minél nagyobb részét fel akarja használni, mondjuk annyira energiaínséges idők járnak rá, vagy hasonló, akkor egy burkot kell építeni a csillag köré, és akkor nem megy el semmi veszendőbe, semmi sugárzás. Ugye mindenféle becslések voltak, hogy hát exponenciális energia igény esetén, ugye mikor lehetne ez, hogyha olyan lenne, mint a Föld. Tehát szóval itt sok-sok becslés van, erre találták ki a Dyson szférákat, ugye ennek is több változata van, az egyik, hogy mondjuk különálló objektumokból kering, mert ugye ha egyben van, akkor nagyon durva erők ébrednek benne, nem nagyon sikerül. A másik, hogyha egyben van, akkor forognia kell, de majd mitől nem törik össze a pólusoknál. Például attól, hogy nagyon vékony, és a napsugárnyomása tartja kicsit vissza. Tehát sok ilyen érdekes ötlet van, ami azért furcsa ebből, ami ebből hasznos, elvileg lehetséges, elvileg indokolt is lenne, ha a Földön kívülek úgy gondolkodnak, mint mi, és ők is már eltüzelték az olajat. Ugye megfigyelhető is lenne, gyenge változó sugárzás, hogyha darabokba áll, néha többet látunk a csillagban, néha kevesebbet, erős infravörő, gyenge optikai sugárzás, de őt sugároz, de más nem sokat. Na, befejezésként nézzük meg, hogy milyen tendenciák vannak a közeljövőben, mi az, ami már most működik gyakorlatilag. A legfontosabb SETI projekt most, ami zajlik a kiépítése, ez az ATA, az Allen Telescope LV nevű hálózat, aminek a végcélja egy 6 méteres rádiótárcsövekből áll a rendszer, sok különálló kis rádiótárcsa alkot egy rendszer, és 350 darab lenne belőlük összesen, amelyeknek az összfelülete megegyezik egy 100 méter átmérőjű rádiótárcsővel, az érzékenységet tekintve. Ez már egy ideje épülget és dolgozik, fokozatosan építik, több egységből áll. Most azt hiszem 2007. októberétől 42 antennája működik, hogy pont most mennyi, azt nem tudom, de lassan nő, de azért még messze van ettől a céltól. Hogy ez megvalósulhatottabban benne van az, amivel korábban is beszéltünk, az a tendencia folyamatosan van, a jelátalakítók egyre olcsóbbak, a számítástechnikai kapacitás egyre nagyobb, tehát egyre több lehetőség van a jelfeldolgozásra. Jobbra fönn egy ilyen szemléletes megjelenítése, hogyha összehasonlítjuk mondjuk a korábbi Phoenix projektet, a későbbi ATA projekttel, akkor milyen távolságból tudtak volna azonos intenzitású jelet kimutatni, milyen térséget fognak fölmérni, és akkor itt látjuk, hogy hát ez sokkal nagyobb, de hát a tejútrendszerhez képest még mindig nem elég nagy, és még mindig jó más dolog is van, más probléma, más érdekesség. Fontos megemlíteni a déli SETI programot, ugye nagyon sok minden az északi féltekén összpontosul, egy 30 méteres távcső Argentínából, az optikai SETI is működik. Ha mindent összerakunk, akkor azt lehet mondani, hogy célzottan kb. 1000 csillagot vizsgáltak meg valamilyen időtartamon keresztül eddig, és ha a mostani technológiai fejlődésnek a ütemét nézzük, de ezzel megint csak lehet vitatkozni sokat, akkor a következő évtizedben talán ez fölmegy millióra. Jó. Igen, ide írtam, szájkarate, ezt a Vizsal Attilától hallottam ezt a kifejezést, nem SETI értelemben, mással kapcsolatban. Valami olyasmit jelenthetne szerintem talán, amikor mondjuk két ember csoport rendkívül vehemensen vitatkozik egymással, védik az értekéket, érvelnek, de igazából egyikük sem nagyon tudja, érti azt, amiről beszél, és csinálni meg végképp nem csinálnak semmit. Tehát a nagy kérdés, hogy tulajdonképpen mire jó ez a SETI kutatás? Mennyire reális a befektetett energia? Mert akárhogy csináljuk valamit, azért befektetünk. Ugye, mit tudunk elméletileg kiokumulálni az egész mögött? Egyrészt bizonytalan a témakör nagyon, ugye csak sejtéseink vannak. Egyetlen példa a földi civilizáció, valamennyire értelmes, jó, hát nem, nehéz ezt extrapolálni máshova. Ugyanakkor az is van, az is létezik, hogy nincs olyan dolog, ami egyértelműen kizárná, hogy ez máshol bekövetkezhetne, úgymond. Tehát
nem utal semmi arra, hogy földön kívüli intelligens civilizációk léteznek, de arra sem, hogy nem léteznek. És az, hogy eddig még nem találtak meg, ez egy fontos dolog, az könnyen lehet, hogy nem, annak a, nem azért van, mert nincsen IT, hanem a saját kutatásaink ugye viszonylag szűkörűek. Ezt nehéz megbecsülni. Nagyon nehéz. Érdekes, jól emlékszem, Drake mondta, hogy tulajdonképpen megkérdezték tőle, hogy hát már mióta folyik a SETI kutatás, és nem találtunk semmit, mi értelme van tovább haladni, és akkor végül is nem azt mondta, hogy sokféle választ lehet adni rá, de az egy nagyon jó megközelítés, hogy tulajdonképpen a SETI kutatás bizonyos szempontból olyan, mint amikor az ember egy idegen szigeten kiszáll és elkezdi földeríteni. Akkor sem fordul vissza azért, mert mondjuk néhány nap alatt nem talált valamit. Tehát ez egy más, tehát ez nem a klasszikus természettudományos szempontból várja az eredményeket, hanem az eredmények elvárása szempontból kicsit más. És akkor az egész mögött még egy elméleti kérdés, hogy fontos-e? Hát szerintem ebben nincs nagy vita, ugye ebben többség egyetért, hogy fontos. Biztos ilyen azonosításához, igen. Tehát ha biztosan meg akarnánk találni a Földön kívülieket, akkor azt mondjuk, hogy mindenfele, mindig, minden hullamoson állandóan figyeljünk, és akkor sem biztos, hogy abban a mondjuk rádió tartomány vagy elektromágneses hullámokkal üzennek egyáltalán. Tehát biztosra menni nem nagyon nehéz, annyit tudunk, hogy növeljük az azonosítás esélyét. Ugye elvileg vannak ilyen kiemelt paraméterek, kiemelt helyszínek, létező exobolygók, stb. De mindennek a hátterében az is kell, hogy ugye az idegenek kb. Hasonlóan gondolkodjanak, mint mi, valamilyen szintig, tehát hasonló... Ezt most ne fejtjük, én nem akarom kifejteni. Jó. És összefoglalásként, mit tudunk eddigi eredményekként mondani? Ugye ilyenkor jött volna a vicces trükk a végén, most a 8 óra. Eddig nem volt egyértelműen érdekes jel. Ugye nagy kérdés, ez mit jelent? Sikertelenséget, a műszereink vagy módszerünk sikertelenségét, stb. Ugyanakkor azt nem szabad elfelejteni, vannak kapcsolódó felfedezések, itt exobolygók, stb. Tehát valami a háttérben van. Nagy kérdés, hogy ezt tudjuk, hogy ezek kapcsolatban vannak ezzel, de vagy mennyivel növelik az esélyt, hogy eredményes legyen egy SETI kutatás, ha tudjuk, hogy vannak exobolygók. Talán. Nem tudjuk. Fontos dolog, a kutatás folytatható melléküzemágban is, tehát nem csak úgy lehet a Földön kívül intelligenciát keresni, hogy drágán veszek egy új távcsövet, és csak valamit azt csináltatom vele, hanem amikor az Arecibo egész nap nézelődik, akkor közben leszedem a jelet, és megnézem a SETI analizátor. Ez egy érdekes. Mi az, ami mégis okoz valami változást talán az egészben, napjainkban? Ugye az asztrobiológiával kapcsolatban ugye a legfontosabb itt, hogy az exobolygók ugye most úgy tűnik, hogy gyakoriak, sőt tipikusak, hogy a bolygók keletkezés magyar egy jellemző dolog. A főtípusú bolygók valószínűleg azok gyakoriak, még igazán ilyen nem volt. Nehezebb. Az élet keletkezéshez szükséges viszonyok, azok gyakoriak-e? Itt már nehezebb a válasz, majd picit inkább azt mondjuk, szerintem, hogy igen, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. A Földhöz hasonló, Földihez hasonló felszín viszonyok mennyire általánosak, ez egy picit más kérdés, ezt nem tudom, hogy beszéljünk röviden. Itt az a lényeg, hogy amikor azt nézzük, az élet keletkezéshez szükséges viszonyok, akkor a földi példát nézzük. Milyen kémiai anyagok voltak, milyen hőmérséklet, nyomás, időtényező, energiaforrása, stb. Ebből összerakható valami, hogy ilyen esetben keletkezett nálunk élet valószínűleg. Azt sem biztos, de valószínűleg. Ezek a körülmények mennyire gyakoriak? Általában azt mondják a szakemberek, viszonylag gyakoriak. Tehát már itt a naprendszerben is arról van szó, hogy ugye ott van esetleg a Mars, meg ott van az Európa, meg nagy Isten a Titán, vagy az Enceladus, ki tudja. Lehet, hogy ott is valami volt. Valamiféle életkeletkezésre kapcsolatos dolog. Nem biztos. Más kérdés, hogy a Földihez hasonlóak, mennyire hasonló viszonyok léteznek máshol, mint itt a Földünkön. Akkor már bonyolultabb a helyzet, bár a Föld típusú exobolygók gyakoriak lehetnek, néhányan, főleg a Hold létezése miatt arra gondolnak, hogy a Földünkhöz hasonló, tényleg nagyon hasonló bolygókhoz viszonylag ritkák. Ebből lett a ritka Föld, vagy magányos Föld elmélet, ami összegyűjti azokat a faktorokat, amelyekben a Föld mégiscsak kilóg az esetleges többi földtípusú exobolygók közül, és emiatt egy kicsit változik a helyzet. Jó, mi az, amivel okosabbak lettünk?
Mert erre a legnehezebb választani, ugye? Mikor Drake fölírta az egyenletét, amit most befejezésként mi is kipróbálunk, itt van, ma már egy kicsit egyszerűbb a dolog, fölmenjünk az easycalculation.com, egyszerűszámítások.com nevű weboldalra, és beállítjuk, hogy a Drake formulában milyen számokat akarunk a különböző helyekre. Tehát, hogy azt nézzük, hogy 200 milliárd csillag van, jó, legyen, akkor ezek közül, mert közben elfelejtettem, FPL mit jelent, hány csillagnak van bolygója? Hányra írja már ezt a 20%-ot? Na mennyi? Adjuk? 95. 95? Jó, jó. Mert 90 van, legyen 90. Jó. Akkor hány bolygó van egy adott rendszerben, ahol elvileg az élet kialakulása lehetséges? FL. Egy ilyen típusú bolygó mekkora eséllyel alakul ki az élet? Na, hogy nehéz, ugye? Na, mi legyen? Észlámány. 10. Legyünk egy kicsit konzervatív. 10. Jó? Na, ez a legnehezebb. Mekkora eséllyel lesz az intelligens, vezet az intelligencia megjelenéséhez, úgymond az élet? 2%. 2%? Jó, mindegy. FC az, hogy mekkora eséllyel fog kommunikálni, igen, ez a civilizáció másokkal. Egy. 1%? Érdekes, én mondjuk ennél többet tippem. Ha már intelligencia van, akkor már... Igen, akkor talán... Akkor legyen 80. De milyen fokon? Hát igen. Vegyük 50. Jó, legyen 50. Na, akkor megvan. Ja igen, és a legnehezebb, tehát ahogy megyünk fel a Drake egyenletbe, egyre nehezebb paraméterek vannak. Azért fontosak ezek az exobolygó felfedezések, mert ez a 10%, vagy melyik nem, ez a 90, ez tényleg előbb-utóbb egy konkrét százalék lesz. Tehát ez jó. Csak itt nagyon sok durva tag van még. Ez. A legdurvább tag szerintem ez. Az átlagos élettartama egy kommunikációra képes civilizációnak. 10 ezer év, millió év, milliárd év. Tehát mennyi ideig létezik az a civilizáció, amelyik kommunikációra tűnik? 1000 év. Dinoszauruszoknak is van 100 millió év. Szerintem nekünk is legalább egy millió. Ameddig, de csak az érdekes, ameddig kommunikál. Igen, ameddig kommunikál. Ameddig a technikai civilizáció. Ki nem írják egymást. Hát ez az, ami ki nem írják egymást. 100 vagy 1000 év, tehát... Na mindegy. Jó, legyen 100 év, akkor kicsit persze, legyen 1000. Különben olyan alacsony számot fogunk kapni. Na, 18. Ez azt jelenti, hogy jelenleg a tejútrendszerben egy időben létező kommunikációra képes civilizációk száma az 18. Ez egy vicces szám, persze, hogy ez valamelyik filmben 42 volt, vagy 45 volt, egy ilyen film, és utána cikkeztek másnap. A régen a National Geographic valamelyik olyan adon volt, hogy valaki kiszáll, 42 kiszámolták. Na minden. Nem akarod lájkolni? Nem szeretem ezeket. Na mindegy, jó, rendben. Tehát ez volt. Tehát látjuk, ez azt mutatja, tehát amivel közelebb jutottunk, az néhány olyan tagnál van, amelyek után még sokkal bizonytalanabb tényezők állnak az egészben. De nem lehet azt mondani, hogy nem jöttek olyan eredmények, amelyek használhatók, csak lehet, hogy elmondja borontók gyakorlatilag. És akkor befejezésként, ez tényleg az utolsó szlájd. Egy kicsit legyünk interaktívak. Ó, ott nem jött be, amit elrontottunk. Igen. Nem sikerült rendesen animálni. Most akkor csináljuk azt, hogy én felolvasom, és mindenki tegye fel a kezét annál az adott tényezőnél, amivel egyetért. Ugye ez itt tulajdonképpen az úgynevezett Fermi paradoxonnal kapcsolatos, aminek a lényege, hogy ugye látszólag nincsenek Földön, eddig nem találtunk Földön kívüli intelligenciát, mi ennek az oka? Hogy mi ennek az oka, hogy miért nem találtunk? Egy nem megfelelő technikával kerestük. Ki gondolja ezt? Nem sokan, jó? Kevés ideje kerestük.
na ez már többen, kevés idő telt el a tejútrendszer keletkezése óta, hogy elég sok civilizáció jöhessen létre. Nem. Igen? Nem. Mi vagyunk a A keresés nem megfelelő paraméterek szerint zajlik. Rossz irány vagy rossz hullámhosszon keressük. Ez lehet ok? Lehet. Nem a rádió, nem az optika, hanem ki tudja hol. Igen. Jó. Ritkák az intelligenciák. De miért? Mert az élet is ritka a világegyetemben. És az idők, hogy nem megjelenik. Igen, mindjárt is azt mondom. Akkor az élet, de az ritkán vezet intelligenciához. Gyakori az értelem is, de hamar elpusztítja önmagát. Ezek mi vagyunk? Gyakori az értelem is, de hamar elpusztítja a többieket. A legügyesebb értelem. Tehát ugye ez is, hogy azért vagyunk egyedül, mert minket még nem írtak kérdőjeleket, mert tudjuk rá. Rövid, ez ugyanaz, ez mindegy, csak külön kiemeltem, rövid az élettartam, tehát elpusztítja magát, tehát keletkezik, és sok van, de nem egyszerre. Hát igen, sok, tehát érdekes jelek vannak, jelek lehetnek, nem érdeklődnek kifelé. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy mondjuk fejlett a civilizáció, de nem érdeklődik kifelé. De az is értelmes lehet, például a delfin értelmes, de nem érdeklődik igen, kifelé. És az, velük hamarabb föl lehetne venni a kapcsolatot. Hát azt hiszem volt ilyen, sőt, az amerikai hadsereg akarta ugye őket ilyen akármi felderítés, meg bombaszállni. Az úgynevezett állatkert hipotézis, hogy vannak mások, de direkt nem állnak velünk szóba, mert hogy hát nézik, hogy mit csinálnak ennek a vicces kis lények. Ezt nem szimpatizáljuk. Mi vagyunk benne az állat, persze, hogy nem akarjuk mi. Igen, nem feltétlen kommunikatívak, ez tulajdonképpen az előző volt, ugye, hogy nem érdeklődnek. Illetve, hogy abszolút nincsenek, tehát teljesen egyedül vagyunk. Erre szavaz valaki? Nem. Na jó. Én igen. Az Attila egyedül van, mint értelmes ember, mi itt a többiek az állatkertben vagyunk. Na jó, akkor ennyi lett volna a mai adás. Ha van még kérdés, beszélgessünk róla, ennyi volt. Köszönöm a figyelmet. Hogy van-e valakinek valami kérdése, vagy olyan gondolat, amit meg szeretne osztani egyébként, mert hogy így is ilyen kis baráti klub délután hangulatú. Mondod a felcsillagokat. Igen. Hogy kérjük, hogy nem feleznek annyira a napnál kisebbek. Igen, én úgy hallottam, hogy... Ez miért fontos? Hát, ja igen, ez megint csak egy nagyon korai lépésnél fontos. Ugye, ha valaki meg akarja becsülni, mekkora esélye alakult élet valahol egy bolygón, akkor általában földhöz hasonló bolygót keresnek. Most a földhöz hasonló bolygónak van egy fejlődési története, amivel fontos elem, hogy az éghajlata mennyire stabil, mennyire tud állandóan folyékony víznek szükséges állapotot megőrizni. Ez ugye egyrészt származik a napsugárzástól, másrészt a légkörtől, üvegházhatástól. A Földön ugye mínusz 10, mínusz 12 fok lenne, ha nem lenne üvegházhatás. Légkör nélkül. Tehát a légkör az kell, úgy néz ki, hogy kell, és a nagyon aktív flare csillagok azok életükön elfújják a közeli bolygók légkörét, vagy elfújhatják. Ezek tulajdonképpen ilyen durván akkori elgondolások voltak, tehát azt mondták, a nagyon aktív a flerező csillagok azok elfújják a közeli bolygóiknak a légkörét, és akkor azokon nincs elég üvegházhatás, hogy aztán stabilan fennmaradja mondjuk a folyékony víz, meg a csökkenjen a napi hőingás, tehát egy stabilabb viszony alakuljon ki. De igazából ez csak egy ilyen durva közelítés. És ha tegyük föl, sikerülne, mit várhatunk tőlük? Hát ez egy jó kérdés. Hát igen, erről lehet sokat. Ez már tulajdonképpen ilyen filozofálgatás, meg társadalomtudományok. És plázákat. És az idő, hogy most mi vagyunk, lehet, hogy később, lehet, hogy korábban voltak hasonlók. Igen. Ez a jelenre van. Ez jó. Igen, tehát tulajdonképpen, hogyha megnéz az ember a kozmikus időskálát, és azt, hogy mióta kommunikál mondjuk az emberiség, mondjuk a rádiótartományban, és ki tudja, mind meddig fog még hogyha sokáig is fog, de aztán valamiért abba hagyja, akkor is ez egy milliárd éves időskálán nagyon rövid. Nagyon. Tehát ez nehéz dolog. Hát igen. Két macska van, benéz egy csőbe, mégsem látják egymást. Az egyik délelőtt néz be, a másik délután. Igen. Hát igen. Ez pontosan ráírik. Igen, ez egy érdekes dolog. Ez
az is érdekes, hogy ezt vajon valaki, tehát úgy értem, hogy ezeket a vonatkozásokat mondjuk képes lesz az emberiség valaha reálisan tudományos módszerekkel vizsgálni. A fene tudja, hogy képes lesz. Lehet, hogy nem lesz ki, lehet, hogy képes lesz, akkor nagyon érdekes lesz. Jó játék, az ilyen hulladék információ föl tudja dolgozni. Lehet, aztán az Asimovnak az alapítványában van, ugye, az, hogy ilyen társadalom, valamilyen szociológiai számítást végez, és kiszámolja a számológép, hogy mi lesz a társadalomban x év múlva, és bekövetkezik. De ez egy érdekes elvi lehetőség. Ha megfordítjuk a kérdést, hogy tegyük fel, a következő évszázadokban megvalósulnak a csillagközi expedíciók, és találnak a egyik csillagbolygóján kőkorszaknak megfelelő korszakban élő lényeket. Úgyhogy akkor az emberiség hogy bánna velük? Ez szomorú példa, mert gyakran fölhozzák, hogy a különböző intelligenciák találkozása, hogy ugye partra szállt az ember, vagy az európai ember partra szállt Amerikába, találkozott az indiánokkal, most már nem nagyon vannak indiánok. Tehát a különböző fejlettségű, technikailag különböző fejlettségű civilizációk találkozása, tehát tényleg ebben benne van egy rettentő nagy, a legelső dián még jó, hogy odaírtam, rettentő nagy bizonytalan faktor, hogy feltételezzük, ők is kicsit úgy gondolkodnak, mint mi. Ez egy nagyon, nagyon komoly kritérium, mert fogalmunk sincs, hogy mások úgymond hogy gondolkodhatnak. De találkozás nem is lehetne létrejönni, nem is jöhetne létre, mert hogy találkoznánk? Anyag az úgyse tud találkozni ennyi idő alatt, vagy hogy? Már csak üzenet. Már csak üzenet formájában, vagy esetleg gondolatban, tehát, szellemi síkon. Tehát tulajdonképpen az gondolat, hogy tulajdonképpen a tejútrendszer tele van szeti üzenetekkel, de általában a kibocsátok már rég meghaltak, és maga az üzenetek majd mennek, és nincs. Egy ideig, de már esetleg egyet elkapunk, és utána hol keressük őket? Igen, lehet, hogy már igen. Hát ez az idő, megint csak az idő. Arról van egy egyetemes meghatározás, hogy az intelligencia alatt értünk, lehet, hogy más, hogy a közelben is lehetnek intelligensebb lények, csak mi nem úgy értelmezzük, mert a technikai civilizáció. Igen, ez nekünk más jelent maga az intelligencia. Igen, ezt nem tudom, ehhez nem értek, annyit tudnék esetleg, hogy szerintem ezek a kutatások, minden természettudományos kutatás nagyon erősen definiálja, hogy milyen fajta dolgot keres. És itt technikai, a földihez hasonló technikai civilizáció kereséséről van szó. Tehát ez kicsit olyan egyébként, ez megint egy legalapvetőbb kérdések egyike. Ez olyan, mint amikor ugye csak életkeresésről beszélünk, és űrszondát küldjünk a Marsra, keressen életet. De mit keressen? Hát, és akkor elkezdődik, hogy olyan szerves molekulákat, tehát megint földi dologban kezdünk gondolkodni. Tehát a SETI kutatás is úgy működik, hogy a földi az hasonló technikai civilizációnak értelmezett, vagy ehhez hasonló viselkedésnek tartottat keres, ami egy kicsit beszűkült látókört jelent, de ugyanakkor az is igaz, hogy keresni csak úgy tudunk valamit, hogyha tudjuk, hogy kb. Hogy néz ki, vagy valami egy jelét tudjuk, egy színét, vagy a részét, vagy bármit, és ebből meg csak egyet. Emberi tulajdonság, így keres valamit. Hát igen, kozmikus társkeresés tulajdonképpen ez az egész. Igen, hát ez... És az a fő gond, hogy mi csak a tejútrendszerről beszélünk. Hát igen, még csak a tejútrendszerről beszélünk, és sok milliárd, 100 milliárd, 1000 milliárd, mit tudom én hány galaxis, tehát... Sőt, a tejútrendszernek is csak egy szűksáv. Igen, arról ott is egy... És egyáltalán jött valami olyan értesítés a világűrből, hogy valami szerves molekula, esetleg egyszerű baktériumféleség, ami itt meg tud telepedni? Ilyet már találtak? Ezt hogy érted? Tehát a Földön? Például, hogy benekesüdik a Föld a világűrből valamilyen élettel. Na most olyat találtak, ami esetleg... Tulajdonképpen tehát nem. Erre a válasz a nem, viszont el kell mondani, hogy van néhány ember, néhány szakember, aki ezzel a válaszsal nem ért egyet, de nemzetközi tudományos közösség egyértelműen, stabilan elfogadott véleményét nézzük, akkor nem. Akkor a válasz, hogy nem. Tehát olyan baktérium a Földre nem jött a világűrből, ami itt elszaporodott, vagy olyan dolog, ami baktériumnak hívnánk. Olyat azt mondják, nem,
néhányan vannak, akik azt mondják, de ők rettentő érdekes emberek. Ami fura, indiai mindegyik, nem pejoratív akar lenni, csak nagyon érdekes. Nem minden, mert Fred Hoyle is részben ide tartozik Britanniából, de az indiaiak ebben nagyon erősek. Furcsa ez a dolog, főleg a Chandra Vikramasinghe nevű indiai illető, aki egyébként a Angliában az Open University-n van, ő a nagyon népszerű éllovasa a pánspóra meg pánspermia elméleteknek, amely szerint én hallottam tőle előadást Magyarországon, hallottam volna Amerikában, tehát én hallottam, hogy tényleg ő mit gondol, és nagyon meredek dolgokat gondol, szerintem a résztvevő közönség nagy része az furcsállotta, de ő rettentő komolyan veszi ezt, és állandóan dolgozik is rajta. Tehát az legalább becsülendő, hogy ő komolyan veszi, de én ezt nem gondolnám, amit ő azt gondolja, hogy tulajdonképpen az élet, az a világegyetemben mikróbák segítségével azok révén terjed, bolygóról bolygóra, tulajdonképpen úgy, hogy eljut egy bolygóra, megtelepszik, sok bolygóra jut, a többséggel elpusztul, mert nincs megfelelő körülmény, egy földtípus bolygóra mondjuk jut, elszaporodik, és onnan elkezd terjeszkedni. Az a trükk, hogy ez elvileg nem lehetetlen egyik elemese annak, amit mond. Tudjuk, hogy az űrben túlélhető a űrutazás, jó esetben a leszállás túlélhető, vannak feltetőleg jó bolygók, azokon elszaporodik, és úgy néz ki, hogy a kispiccelésre is vannak módszerek, becsapódásos, kilövés, meg ez az elektromágneses térnek a felgyorsítása, nagyon fura, ilyen töltés, a felületükön töltésnek kötő baktériumoknál kimehetnek elvileg a világűrbe. Senki nem észlelte, elvi lehetőség. Ő azt mondja, hogy tulajdonképpen az élet az így terjed, a világegyetemben, és minden megfertőz szinte, ahol van erre hely, van egy jópofa rajzot mutatott, itt a galaxis, akkor persze sematikusan, és akkor mennek a nyilat, mindenhova elterjed, minden abból van. Tehát ő azt vallja, hogy az élőlények, azok a világegyetemben mindenfele terjednek, tetsz halott állapotban, és ahol jó hely van, egyben elszaporodnak, és onnan is még elkezdenek terjeszkedni, és szerintem a földi élet is így alakult ki. De akkor kellene mégis jönni ide olyannak, ami elterjed. Igen. És hát, ilyen jött-e? Na, erről is vitatkoznak. Volt, elfelejtettem mikor, kb. 20 évvel ezelőttről van egy megfigyelés, illetve tulajdonképpen több megfigyelésük van ezeknek az indiaiaknak valamiért. Két fontos megfigyelésük van, az egyik az úgynevezett vörös eső, a Kerala tartományában lezajlott. Ilyen nagyon érdekes olyan eső, amikor piros esőcseppek hullottak, ami egy érdekes dolog, de ez még nem furcsa. Ezekből mintát vettek, és ezekben olyan apró dolgok voltak, kerekedett valamik, amelyek mutattak jó pár olyan tulajdonságot, amit az élőlények szoktak. Táplálkoztak, szaporodtak, stb. Ez még tulajdonképpen nem is lenne elég az ehhez, hogy élőlénynek nevezzük, de ők valamiért ezt annak tekintik, és mindezt azt hiszem 130 fok fölött tették, ami szinte senki nem hiszi el ezt nekik, hogy ezek élőlények lennének. Ez egy fura dolog, néhányan mi is, tehát mi azt hittük, amikor kim voltunk Amerikában egy asztrobiológiai konferencián, vártuk a Godfrey Lewis, ő is erről beszélt, ott volt a Vikram, minden, ő beszélt erről, Kerala, itt mennek, mutatott filmvétel, itt mozognak a videók a vízben. Itt mozognak, ezek élnek. És vártuk, hogy mikor írja ki a végre, hogy piros, hogy mekkora átverés, hogy elhittétek. Ezt vártuk, de nem, ilyen nem volt, és már évek óta ezt csinálják. Tehát ők erre a keralai esőről azt mondják, hogy az földön kívüli mikróbákat tartalmaz. Néhány más forrás kimutatta a helyi akármilyen vörös moha a fákról, hogy az fölvitte a szél valami, de ez sem kap túl nagy népszerűséget. De, szóval ez egészen teljesen alaptalan. Egy másik pedig, vagy majdnem ez, hogy a stratoszférából ballonnal vettek olyan légköri mintát, amit aztán a Földön elemezték, és abban állítólag megint csak a Földön, tulajdonképpen Földön nem létező, vagy eddig nem azonosított, de szerintük nem is elképzelhető baktériumot találtak, a baktériumokat, amit megint csak szinte senki nem hisz el, és a megfigyeléseik messze nincsenek annyira jól dokumentálva, ami a természettudományban ahhoz szükséges, hogy elfogadják. Tehát ezek rettentő vad dolgok. Ezek nagyon vad dolgok, vannak ilyen ötletek, de ezt nem fogadja el senki, és egyébként nem ez az összes, mert van még vadabb is, ami kevésbé vad, de még ijesztőbb a Richard Hoover, egy nagyon jó nevű elfogadott
extrém élőlényeket kutató illető, San Diego Amerikában, a NASA-nál egyébként, és ő, amikor San Diego-ban voltunk, azt mondta, hogy teljesen ledöbbentem, hogy mutatott felvételeket, ez elmúlt évekből, mikroszkopi felvételek, itt és itt és itt, szemes kondrit meteoritok, ugye tudjuk mi, ez és ezek a paraméterek egykori cianobaktériumokból származnak bennük. Tehát szemes kondrit meteoritokban ősz, nem is ezt mondta, de majdnem ezt, nem pont, most bonyolult lenne bele, mert nem pont ezt mondta, de majdnem ezt mondta, tehát arra utal, hogy elvileg nem lehetetlen, hogy szemes kondritokban már voltak olyan élmény maradványok, amelyek lehullottak a Földről. Hát ez azt jelenti, hogy akkor a ősködben is voltak már. De ez megint csak egy merész, egy nagyon meredek dolog. Egyébként, ha már meredek, a legmeredekebb, a Chandra, a Vikramasinghe azt mondta, hogy tulajdonképpen szerinte az élet, az a mindenhol terjed, az ősrobbanás után, most nem akarok butaságot mondani, de valami rettentő, azt hittek, hogy rosszul hallom, néhány milliárd évvel már létezett. Nem. Néhány százmillió évvel, valami rettentő gyorsan, és hivatkozott egy elvi, megint csak egy nem kizárt lehetőségre, hogy valami rettentő korai néhány szuper nagy tömegű csillagok, amelyek elsőként kialakultak, és akkor ezek olyan gyorsan termeltek annyi nehéz elemet, hogy ebből valahol egyszer kialakult, és onnantól mindenhol megy. Hát ezek nagyon... Igen, csak ezt szinte senki nem fogadja el. Mert azért azt hiszem, ez egy elvi lehetőség, de ennél meredekebbet állít. Tehát ő tényleg azt mondja, hogy állandóan hullik a világ jövőből a Földre a élőlényeknek a élőlények, tehát halott állapotban azok része is. Sőt, olyat is, ez már hiperdurva, hogy a földi evolúcióban szerepet játszottak az, csak azok, hogy ezt rögzítjük, ugye? Csak ott fog már jönni utólag ezt valaki vissza, hogy én ezt mondtam. Hogy lehet, hogy szerepet játszottak a világűrből hulló élőlények génállományai bizonyos elemei, amelyek beleépültek a földi élőlények génállományába, és befolyásolták az egészet. Sőt, van, aki azt mondja, de ez már tényleg durva, hogy hát ez célzottan történt. Szóval messzire lehet menni, és az az érdekes, hogy izgalmas az egész, mert ez tényleg a frontvonal a kutatásoknak, és azért nem lehet még, tehát azt se lehet mondani, hogy 100%, hogy ebben nincs igaza, néhány elemében biztos nincs igaza, de az egészről nem lehet bebizonyítani, hogy nem igaz, és akkor az ember azt mondja, hát én nem hiszem el. És kiderül majd 10 év múlva. Kérdések. Lehet, hogy egy véleményt egy óra múlva meghallhatunk. A Spektrum TV-ben lesz talán ez a címe, hogy Élet a Marson? Kérdője. Mm-hmm. Jó, lehet, köszönöm. Hogy ez egy vélemény lesz. Na hát, hogyha nincs több kérdés, akkor azt javasolom, hogyha még derült az ég, akkor szerintem Jupiter még látszik. Kicsit felhős volt, de akkor mindenképpen érdemes még megnézni. Igen. Most akkor köszönöm szépen Szeti nevében. Kicsit úgy kötszurkálásnak éreztem a mai estét. Kötszurkálás, tehát nem tudjuk, hogy mit szurkálunk, és hogy ki van a ködben. Hogyha valaki minket 2160-ban visszanéz, akkor azt üzenem, hogy és ha se kiröhög minket, mint mi elődeinket, hogy azért fejlődtünk kicsit ahhoz képest, hogy 30 km széles csatornába kerozint öntsünk és jól meggyújtsuk. Környezetvédelem is van a világon most már. De hát valószínűleg egészen más képpen fognak nézni ránk majd 2160-ban az utódaink, ha akkor még lesz MCS szerver. Jövő héten megyünk a Marsra, vagyis az Álmarsra. Boros Olá Mónika lesz az előadónk, aki nem csak a sivatagi show-nak az élményeit elevedíti fel, hanem a közeli és távoli jövőnek a teszteléseit és terveit is, hogy vajon mikor és hogyan megyünk a Marsra, és mit találunk ott. Köszönöm!